Szép napot kívánok mindenkinek! Abból az alkalomból készül ez a kis rövid párperces videó, hogy a feliratkozók száma meghaladta a 30 ezer főt, amit én nagyon szépen köszönök mindenkinek. Nagyon örülök neki, hogy tetszik, amit csinálok. Hát van, akinek kicsit unalmas, ugye most megint csak hosszabb utak vannak, és aztán itt a hosszabb utakban sok esetben nem történik semmi érdemleges, megyünk az autópályán, vagy éppen nem autópályán, hanem ilyen-olyan tájakon, egyéb helyeken. És hát tulajdonképpen inkább ilyen nézelődős a videó. Olykor-olykor azért néha valami kis apróság történik, ez majd későbbiekben látható, de úgy igazából nem túl izgalmasak a videók, és ahogy én ezt mondtam már korábban többször, én ezt így nagyon szeretem is, hogyha ugye nincs semmi különleges esemény. Az úgy teljesen jó. Elindulok a felrakóhelyről, megérkezek a lerakóhelyre, és közben nem történik semmi. Ez a legjobb. Aztán, ha meg úgy adódik, hogy hétvége, és lehet egy kicsit kóborolni, sétafikálni, valamit nézelődni, akkor azért azt beszoktam iktatni. Úgyhogy olykor-olykor ilyesmi is előfordul. És most itt megragadom az alkalmat, mert már olyan régen volt olyan, hogy megemlítések. Úgyhogy itt most nem lesz hosszú a lista. 5, ha jól számolom, 5. kérés érkezett az elmúlt már vagy 2 hónapban, úgyhogy itt is elnézést kérek azoktól, akik ezt kérték, az említést, és nem a fuvar videóba lesznek megemlítve, mert ezek szerint már aki szerette volna, hogy elhangozzék a neve, az már megtette, kérte, megtörtént, úgyhogy az elmúlt néhány hónapban összesen 5 kérés érkezett. Úgyhogy most ezeknek a kéréseknek teszek eleget. Sárvári Bence Budapestről írt. Kocsis Róbert 11 éves és Kézdivásárhelyről kért említést. Szabó Máté Fehérgyarmatról írt, és az a kérése, hogy legyen több belső kamerás videó. Hát ugyebár egy ilyen kis előzetest már közzétettem a Facebookon, egy ilyen belső kamerás előzetest, ami egy ilyen kis párperces kis bemutató, mert eddig a helyét kerestem, hogy hova is tudnám tenni én azt a kamerát, mert ugye ez Scania, én meg a MAN-hez voltam berendezkedve, és akkor itt azért bizonyos időbe telt, mire kitaláltam, hogy is legyen. Itt van ez a létra, ugye innen lenyitható ez a létra, és akkor de viszont ez a létra nem ér le a szőnyegig, hanem itt lifegett össze-vissza, úgyhogy azt kellett valahogy kitalálnom, hogy azt hogy rögzítsem. Úgyhogy aztán így Simon Ferenc írta is, hogy ugye van egy olyan dolog, hogy bakancslista, én pedig lenn kitaláltam a bakancslétrát, ugyanis a bakancsomba toltam bele a létrának a végét, mint ott azon a videón látható, és akkor így lett rögzítve. Beréti Péter elég régen kérte már ezt az említést, és nem tudom, hogy korábbi videóban elhangzott-e, de ha véletlenül mégse, akkor most itt pótolom ezt a hiányosságot, úgyhogy Beréti Pétert innen üdvözlöm. És aztán végül, de nem utolsó sorban, Kelemen Csaba kérte, hogy jegyesével együtt említsem meg őket, ő pedig Csedó Brigitta, remélem, hogy jól olvastam, vagy jól írtam a nevét. És ők jegyesek, hát kívánok nekik nagyon sok boldog percet, boldog órát, és hosszú-hosszú szép kapcsolatot. Úgyhogy itt ezennel az említéseknek vége. És hát még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok feliratkozást. Remélem, hogy továbbiakban is tudok olyan videókat csinálni, ami
érdeklődésre tart számot, hát majd meglátjuk. Most jön a tél, ugye itt most már Facebookon itt-ott lehet látni képeket, hogy esik a hó, errefelé is, arrafelé is, akkor lesznek majd szép havas tájak. Remélem, hogy eseménymentes lesz a tél is, de hát nem kizárt, hogy esetleg föl kell dobni a hóláncot, vagy lesznek valami kis apróságok, közbe jönnek, de remélem, hogy nem. Na mindegy, majd meglátjuk, mit hoz a jövő. További szép napot kívánok mindenkinek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a sok-sok feliratkozást és a nagy érdeklődést. Sziasztok, mindenkinek szép napot kívánok!